Végveszélyben az önkormányzatiság, állítja Gröber Attila, a vármegyei közgyűlés és a pápai önkormányzat képviselője. De nem csak ő gondolja így. A Veszprémben az elmúlt hétfőn dr. Horváth Balázs ügyvéd a valamikori belügyminiszter emléktáblája alatt tartott sajtótájékoztatón mellészegődött Hartman Ferenc, az MSZP Veszprém megyei területi szövetségének elnöke is, aki saját gondolataival egészítette ki a Gröber Attila által elmondottakat. Tapasztalt önkormányzati képviselőként, külön-külön testületben és külön-külön pártot képviselve, ezekben a gondolatokban tökéletesen egyetértünk, fikasznyi vita nincs köztünk, és egyetértünk abban is. Látjuk, hogy számos önkormányzatot, többek közt a Veszprémet is, jelentős egyedi forrásokkal támogatja a kormányzat, függetlenül attól, hogy Európa kulturális fővárosa vagyunk, vagy nem vagyunk, de ezek az egyedi támogatások nem szabadságot biztosítanak, hanem kormánytól való függőséget eredményeznek. Márpedig a polgármestereket a településeken azért választják meg a választópolgárok, hogy a helyi közösség érdekét képviseljék. Nem nagyon láttam, vagy nagyon ritkán olyan fideszes polgármestert, amelyik kiállt volna az önkormányzatiság érdekében a kormánnyal szemben. A vármegyei közgyűlés képviselőjétől az esemény után kértünk interjút. Az önkormányzatiság végveszélyben van, hallhattuk az iménti sajtótájékoztatón. Mitől van végveszélyben, mi változott az elmúlt években? Az elmúlt másfél évtized az alapvetően egy központosított, centralizált politikai rendszer kiépítéséről szól. A magyar történelemben volt már ilyen. Amikor 1985-ben megszületett az Önkormányzatok Európai Chartája, és aminek a szellemében 90-ben megszületett az önkormányzattörvény, az alapvető két szölöpre támaszkodott. Az egyik, hogy az önkormányzatoknak nyilván jogszabályi kereteken belül biztosítani kell a feladat és hatáskörét, hogy a saját közügyeiket saját maguk rendezzék. Mindenképp ez egy középkori hagyományra nyúlik vissza. A másik cölöp pedig az volt, hogy mindezt rendeljen forrásokat. Mert a szabadság az akkor ér valamit, a szabadsággal akkor lehet élni. Egyébként ez nem csak önkormányzatra igaz, hanem minden emberre, önre, rám, másokra is, hogy ha ez ember rendelkezik forrásokkal, szabad forrásokkal, mert akkor tudja gyakorlatilag azokat a terveket és célokat megvalósítani, amelyeket a szabadság elvi lehetősként elétár. Ez mindig része egy közhatalmi egyensúlynak. Tehát nem állítom, hogy más irányultságú politikai közösségek nem próbálták az önkormányzatokat nehezebb helyzetbe hozni, mint a központi kormányzatot. Tehát ez nem lenne igaz. De az egyensúlyt azt meg kell találni. Ha visszaemlékszünk ilyen már idealizált állapotokra, mert 1990 után volt, hogy a személyi jövedelemnek hány százaléka maradt helyben, akkor arra ma már én úgy gondolok, mint gyermekkoromban a népmesékre, amelyek mindig ilyen nagyon bájos happy enddel értek véget. És hogyha most felsorolgatom és meg fogom tenni, hogy melyek azok a pontok, ahol forrás elvonás volt, akkor az előbb azt mondom a sajtótájékoztató, de próbáljuk ki, hogy lehet, hogy nem elég hozzá az egyik kezem. Először is a gépjármű adó, amelyik egy megosztott adó volt, abból most már az önkormányzatok nem részesülnek. Egyébként már nem is jogát szedik be, hanem a NAV. A személyi jövedelem adó helyben maradó része, tehát az önkormányzaton maradó része az ma nulla. Nulla. Részben helyére született a normatív támogatási rendszere kialakítása. A normatív támogatások azonban az elmúlt két évben az önkormányzatok esetében alig-alig nőttek. Én pápai példát tudok mondani,
Pápán 2021 és 23 között a normatív támogatások összege 2%-kal nőtt. Az azt jelenti, hogy nominál értéken valamennyit nőtt, de egyébként, hogyha 17-18%-os idei inflációval számolunk, és 10% föl tavalyival, akkor ez igen-igen jelentős csökkenést jelent, és ezt valamilyen forrásból ezt biztosítani kell, és ez a forrás ráadásul nem, biztosítás nem olyan nagyon egyszerű, mert vagy az önkormányzat teszi bele, vagy pedig, hogyha az önkormányzat szolgáltatás biztosít, különösen a szociális ellátórendszerben, akkor nem csak az önkormányzatnak kell újabb és jelentős terheket vállalni, hanem azok is, akik a szolgáltatás igénybe veszik, tehát mondjuk szociális ellátórendszerben az ellátottak. Ez egy nagyon komoly növekedés. A negyedik ilyen pillér, hogy a szolidaritási adó, amit az önkormányzatok fizetnek a központi költségvetésben, annak az összege jelentősen megnőtt. Pápán például 130 millió forinttal nőtt ebben az évben, ez összesen 393 millió forint. Ez, ha a költségvetés egész összegét nézem, akkor ez majdnem az 5%-a. És ezt lefordítom, ez azt jelenti, hogy 100 forintból 5-öt a pápaiak befizetnek a központi költségvetésbe. Tehát miközben elvonások vannak, eközben a mi befizetésünk nőtt. És az ötödik ilyen lábú, az idegenforgalmi adó, amely tudom, hogy nem a legjelentősebb bevétel, de minden forintra szükség van. Az IFA nevű adó úgy működött, hogy amit a gyakorlatilag beszedett, azt egyébként a központi költségvetés megduplázta. Ez a duplikálás, ez megszűnt, és ez is több 10 millió forint kiesést jelent. Azt gondolom, hogy ha ezeket a tényeket sorba vesszük, akkor nem túlzás azt mondani, hogy az önmagát kormányzó települési önkormányzat az komoly csorbát szenved, és hogy az önkormányzatiság, mint intézmény, az végveszélyben van. Például a személyvedelemadó elvonása egy bizonyos irány kijelöl, ugyanúgy, mint a iparüzési adó kényszerű emelése például az önkormányzatok részéről, tehát lehet-e olyan filozófia a háttérben, lehet, hogy buta kérdés, hogy a központi kormányzat egymásnak ugrassza az önkormányzatokat és az őket megválasztó, fenntartó lakosságot. Szerintem nem lehet, hanem van. Tehát, hogy ez egy, igen, tehát azt gondolom, hogy ez egy politikai szándék. Az iparüzési adóról azért nem beszéltem, mert ezen a kezemben öt új volt, és nyilván az hasonló problémát jelent, mert amennyiben az önkormányzat működtetni szeretné saját magát, és szeretne szabad forrásokat megszűnt a fejlesztésekre, akkor gyakorlatilag rákényszerül. A törvényes maximumot tudja. Akkor törvényes maximumot kell szedni, miközben tehát a központi költségvetés eljátsza a grállóvagot, aközben ezeket a feladatokat rá terheli a helyi önkormányzatokra, és miután a választópolgárok egyébként közvetlenül kerülnek kapcsolatba a települési önkormányzatok a vezetőivel, természetesen őket lehet ezért hibáztatni, elővenni. Ez egy nagyon-nagyon szomorú történet. Ráadásul azt is hiszem, hogy ez a választópolgároknak a lenézését is jelenti, a tekintetben, hogy a választópolgárok ezen nem látnak át. Én azt hiszem, és nagyon bízom benne, hogy a választópolgárok politikai horizontja ennél szélesebb köré, és ezt világosan látják. De ehhez képest már tulajdonképpen drámainak tekinthető az, hogy még a hitelfelvételt is korlátozzák. Tehát ha egy önkormányzat szeretne akkor hozzá kell járni a kormánynak. Szeretne hitelt felvenni, pontosan. Szeretne hitelt felvenni, mert úgy gondolja, hogy egyébként ő képes ezt törleszteni. És megint azt tudom mondani, hogy az önkormányzat e tekintetben hasonlít a mi személyes életünkre, hiszen mi is vásárolunk úgy dolgokat, hogy azt hitelre. Itt nagyon
nagyon kevés embernek lenne lakása, autója, hogyha egyébként nem vett volna hitelt. A hitel önmagában nem már probléma. Már Széchenyi is megmondta. Igen, pörgeti a gazdaságot. Nyilvánvaló, hogy ebben óvatosan kell bánni, előre kell látni, mi lehet a kamatlábakkal, de hogy önmagában nem ez a probléma, de hogy még ahhoz is engedélyt kell kérni, hogy egyébként hitelt vehessen fel az önkormányzat, az szerintem tényleg a mindennek a csorbítása. És nem egy, nem két önkormányzattól tudunk, akik egyébként ezt az engedélyt nem kapták meg. Nincs szabad forrás, nőnek a befizetéseik, a hitelfelvétel pedig nem teszik lehetővé. Nem szól ez másról, mint egy teljesen tudatos korlátozással az önkormányzatiságnak. Nem szeretnék itt nagyon tág történelmi párhuzamokat hozni, de történelmi tanárként azért azt hadd mondjam, hogy a 14. Lajos alakított ki egy olyan intendáns rendszert, amiről azt mondták már a kortársak, hogy a király mind a 72 ezer falujában egyszerre jelen van. Mert hogy az önkormányzat az nem az önmagát kormányzó kormányzat, hanem a központi kormányzat, önkormányzat, jó szójáték, igen, a központi kormányzat, vagy éppen az uralkodónak a meghosszabbított keze. Szerintem ez helytelen. Én hiszek az autonómiákban, hiszek a csoportbölcsességben, hiszek abban, hogy a helyi közösségek azok egyébként jobban meg tudják mondani, hogy nekik mire és hogyan kell forrásokat biztosítani, mint a központi költségvetés. Még egy kérdés, tudom, hogy órára siet. Tudom, nincs felhatalmazva arra, hogy a DK programjából részleteket idézzen, de önnek mi a személyes véleménye arról, mint tanárembernek, hogy az önkormányzatok oktatásban például, a helyi közoktatásban gyakorlatilag pályán kívül vannak, hát az óvodákat leszámítva, de hát most nyilván az általános iskolában pedig nincs beleszólásuk a oktatási rendszer kialakítása és menetében. A DK programjáról fogunk beszélni, én magam is fogok beszélni, oktatásról és önkormányzatiságról. Én ezt döbbenetesen tartom, amit az oktatás körül zajlik. És most ne beszéljünk nemzeti alaptantervről, meg tanított tananyagról, csak arról a vetületről, amit ön fölvetett. Az valóban komolyan gondolja valaki, hogy miközben alapítványok és egyházak tarthatnak fenn oktatási intézményeket, aközben szabadon megválasztott önkormányzatok pedig nem. Ez tényleg bárki komolyan gondolja, hogy ez az önkormányzatiság elvébe, az önkormányzatok autónak elvébe beleillik. És akkor arról a vetületről most nem is beszélek, hogy egyébként az egyházi intézmények dupla fejkvótát kapnak a tanulóikért. Szerintem ez nem válható. Ez nincs összhangban abban, amit én önkormányzatosan gondolok. Amikor a Klebersberg intézet létrejött, akkor azt hallottuk, hogy ez azért fontos, mert hogy akkor majd Ajkától Nagykanizsán át Orosházáig hasonló módon lehet működtetni. A tapasztalat meg a következőt mutatja. Nem lehet hasonlóan működtetni, nem működik hasonlóan ez a történet, és minden centralizált rendszer az egy idő után működésképtel lesz. A legnagyobb problémája az ilyen centralizált rendszernek, hogy az intézmények vezetői, és ez vonatkozik a tankerületi vezetőkre, nem az intézményeikre vetik a tekintetüket, hanem fölfele. Oda vetik a tekintetüket, hogy egyébként hogyan kell, hogyan illik viselkedni. Mi az elvárás? Elfordultak a tekintetek az intézményekről. A tekintetek fölfele fordultak, hogy az elvárásokat teljesítsük. Természetesen tudom, hogy vannak olyan intézményvezetők, akik tekintélyes, komoly szakmai, múlttal rendelkező emberek, akiknek hát nagyobb az érdekérvésre képesség. Van személyes varázsuk, és ők többet tudnak elérni. De ez nem normális dolog, hogy a település önkormányzatnak nincs beleszólása az intézményekbe. Én azt gondolom, és az a szociáldemokráciában teljesen beleillik, hogy egyébként valóban nem lehet azt megcsinálni, hogy 3000 önkormányzat
teljesen szabad módon működtesse az iskoláid, az intézményeit. Tehát valamifajta szakmai egységesítésre, szakmai minimumra szükség van. De miután én 34 éve tanítok, és járok be osztályokba, azt nem tudom elképzelni, hogy különböző szociológiai, társadalmi, kulturális összetételű osztályokban ugyanazt és ugyanúgy lehessen tanítani. Ezért ez az egyen módi, ez az én autonómia igényem, mert mondjuk fogalmazunk nagyon finoman, nem esik egybe, vagy ha karcosabban fogalmazok, akkor pont az ellenkező, amit én gondolok autonómiáról meg szabadságról.